A nátrium és a víz reakcióját fogjuk vizsgálni. A nátrium az első főcsoportban található fém, de látjuk, hogy valamilyen folyadék alatt van, nem víz alatt van, majd látjuk, hogy miért, hanem petróleum alatt tárolják a nátriumot. Ennek az az oka, hogy nagyon reakcióképes a fém, hogyha a levegővel érintkezne, akkor azonnal szinte percek alatt eloxidálódhatna. Ezért tehát petróleum alatt tároljuk. Kiveszek egy darab nátriumot, és ezt sem kézzel teszem. Ennek az az oka, hogy a nátrium elég csúnya sebet tud okozni az emberi bőrön, óvatosan kell vele viselkedni. Viszont egy puha fémről, egy könnyű fémről van szó, késsel vágom. A friss vágási felületet is megmutatom, az olyan szép fémes fényű, nem olyan, mint amilyen a többi része, ami már a petróleum hozzására egy picit ugye megváltozott. Egy kis darabot akarok a nátriumból levágni, tehát ez könnyen megy, mert tényleg egy puha fémről van szó. És azt fogom megmutatni, hogy a nátrium a vízzel reakcióba lép-e, hogyan lép reakcióba, mit tapasztalunk. Előtte még megteszem azt, hogy ebbe a vízbe belerakok egy színtelen jelzőanyagot, egy indikátort, fenolftaleint. Tudjuk, hogy a fenolftalein az a lugos kémhatásra érzékeny, színtelenből milyen színűvé változik? Milyen színűvé? A lila színűvé változik. No, hát akkor most a nátrium darabkát, ezt a kis nátrium darabkát beledobom ide a vízbe, de mivel nagyon óvatosnak kell lenni, mert majd egy heves reakciót fogunk látni, ezért mindjárt utána rá fogok rakni egy darab üveglapot, hogy nehogy kipattanjon, sőt, ajaj, egészen biztos legyen, hogy nem történik velem semmi, és nem pattan a szemembe, ezért fölhúzom még a szemüvegemet is. Mindenkit jól látok. Akkor nátrium darabka megvan, víz megvan. Hát az elég jól látszik, ugye, hogy történik változás. Hogyha csöndben vagyunk, azt is halljuk, hogy gázfejlődés történik. És a nátrium darabka ide-oda mozog a víz felületén, miközben egy csíkot húz maga után, és egyre kisebb a nátrium darab, a kis gömbé olvad. Egyre kisebb, de még halljuk a gázfejlődés hangját. És hamarosan befejezi itt a pályafutását. Eltűnt. A nátrium a vízből hidrogéngázt fejlesztett. Ez a hidrogéngáz volt az, ami lögdöste a nátriumot a víz felületén. És mivel ez egy exoterm folyamat, a hőfejlődés miatt a nátrium darabka, ahogy mozgott a víz felületén, egyre kisebb volt. Ugye a formája azért lett ilyen gömb formájú, mert olvadt közben. És a színváltozás pedig ugye azzal indokolhatjuk, hogy a színtelen fenolftalein jelezte a lugos kémhatást, tehát valamit hidroxidionoknak kellett keletkezniük, hiszen azok okozzák a lugos kémhatást. Megnézzük, hogy mi történik akkor, hogyha ezt a kísérletet úgy hagyjuk végre, hogy megakadályozzuk a nátrium vízen való mozgását, tehát megakadályozzuk azt, hogy ez a hő, amit keletkezett, az el tudjon oszlani. Ezt úgy fogjuk elérni, hogy készítettem egy papírcsónakot, ebbe a papírcsónakba rakom be a nátrium darabot, és megnézzük, hogy mi a különbség. Hát, mint fölhúzom a mindent látó szemüveget. Belerakom a nátrium darabkát a csónakba, és vízre bocsátom. Úgy tűnik, hogy mint a Titanic első
siet a hajónk, itt van a legalján, és közben megtelt itt egy kis gázzal és a henger teteje. Hát láttuk, hogy van különbség a között, hogyha csak a nátrium szabadon szaladgál és el tud oszlani a hő, és a között, amikor egy kalodába fogtam azzal, hogy beleraktam a csónakba, tehát a hő nem tudott elosztani, viszont a papírcsónakon keresztül a vízzel reakcióba lépett a nátrium, a fejlődő hő meggyújtotta a hidrogént és meggyújtotta a nátriumot is, a sárga lángot láttuk, ami a nátriumnak a jellegzetes lángfestését is mutatta. A folyamatot reakció egyenlettel is felírhatjuk, ez a feladatlapon megtalálható. Nátriumból és vízből nátriumionok, hidroxidionok keletkeztek, miközben hidrogén fejlődött, és a hidroxidionok okozzák a rugós kémhatást, azt a feladatlapon bekarikázó egyenlet volna. Köszönöm szépen a figyelmet!